Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda Kalászma hírmagazint látják, ezek lesznek mai legfontosabb híreink. Alzheimer Café, Fehér Zita szakápoló tartott előadást tegnap a Faluházban. Kendőzetlenül megjelent Sallai Zsuzsa ultrafutó könyvének folytatása, férfi kézilabda kupa, sajnos nem jutott a legjobb négy közé a Szájabb Buda Kalász. Az Alzheimer-kór az időskori demencia leggyakoribb oka, ami a szellemi képességek súlyos romlásával jár. Fehér Zita erről tartott előadást szerdán a Kóskároly Művelődési Házban, aki már másodjára járt Buda Kalászon. Kollár Istvánnal, az Alzheimer dokumentumfilm rendezőjével járják az országot, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a családoknak, melyekben demenciával küzdenek. Fehér Zita kifejezetten azzal a céllal utazott ki Angliába, hogy külföldön tanuljon a demencia rejtelmeiről. Tapasztalata szerint ott nagyobb a feldolgozottsága a témának, és a közösségi hálója is fejlettebb a korral küzdőknek. A demencia beható ismerete még közel sem annyira elterjedt Magyarországon, világított rá a szakember, ezért az országhatáron túl megszerzett tudását szeretné belföldön is hasznosítani. Híradónknak a turnésorozat részleteiről beszél. Fehér Zita. Hogy minél több kézzelfogható, érthető információt adjunk át azoknak az érintetteknek, akiknek a családtagjuk demens, ők a célközönségünk. Ezt azért tesszük, ilyen missziószerűen és nagyon nagy elkötelezettséggel, mert azt látjuk, hogy egyrészt ezt az embercsoportot nem nagyon szólítja meg senki. Ők a rendes emberek, akik teszik a dolgokat, de fogalmuk sincs, hogy mi történik körülöttük. Mert ugye a demencia az egy olyan betegség, ami nagyon komplex, nagyon-nagyon bizarr, érthetetlen, furcsa helyzeteket hozhat a hétköznapokban, és tényleg nagyon tanástalan az a családtag. Az Alzheimer korral küzdő beteggel való együttélés rengeteg türelmet igényel. Azok, akik Alzheimer korral érintettek, illetve azok, akik gondozzák őket, támogatást és rengeteg szeretetet várnak el családjuktól és barátaiktól. De hogyan is vehetjük észre az előjeleket, és hogyan tudunk segíteni szeretteinknek? Fehér Zita erről is beszélt az előadás során. Hogy a családtagja volt valamilyen, és akkor önmaga ilyen B-verziójává alakul, és ez a B-verzió, ez mindig kellemetlenebb és nehezebb eset, és rengeteg olyan kérdés felmerül, amire egyszerűen nem tudja a választ, és azt se tudja, hogy hol kezdje el keresni. És ezt a részt úgymond szeretnénk mi, ma este csak én, kitölteni azzal, hogy megszólítjuk azokat az érintetteket, akik most azzal a céllal jöttek el, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel a hétköznapjaikkal kapcsolatban, hogy hogyan oldják meg, miért van ez, miért lett ilyen, miért mondja ezt. Ilyen típusú kérdésekre számítok. Legtöbbször az Alzheimer-kor kezdeti fázisában jellemző tünet a feledékenység. Ez akár már 40 éves kor körül kialakulhat. A lehetséges panaszok között kell megemlíteni a rövid távú, majd a hosszú távú memória zavarát is. A betegség lefolyása akár 8-12 évre is tehető. Augustin Károlyné a megelőzés fontosságát tartja szem előtt, ezért több Alzheimer-kafé előadáson is részt vett már. Nagyon sokat ad, mert nagyon ismeretterjesztő, és az embernek, hogy mi fog bekövetkezni, hogy mire kell figyelni, otthon mire kell figyelni. És hát a Balogh Csaba képviselő úrnak a szervezésében történik, már voltunk Óbudán, és ezen a Alzheimer kafén, és itt is voltunk már többször, és nagyon értékes előadás. A kezelésben tehát kiemelkedő szerep jut a hozzátartozóknak is, akik hatékonyan közreműködhetnek abban, hogy a beteg aktív legyen szellemileg. Fontos az agy tréningezése különböző olyan feladatokkal, melyek gondolkodást igényelnek. Ehhez sok beszélgetésre és közös szellemi tevékenységre van szükség. Ilyen lehet a keresztrejtvényfejtés vagy az idegen nyelvtanulás. Rövidesen elkezdődnek a Faluház hátsó udvarára megálmodott közösségi tér építési munkálatai. A beruházás idején a könyvtár előtti parkolót és értelemszerűen a hátsó udvart sem használhatjuk, de helyette az első nagy parkoló, illetve a lenfonó területén a Klinger-Henrik utca felől megközelíthető parkoló is rendelkezésre áll.
A mentáskert termelői piac szintén itt a teniszpályák és a zeneiskola mögött kapott új helyet. Budakalász a faluház udvarának fejlesztésére közel 300 milliós Európai Uniós pályázati forrást nyert el. Az egykori aszfaltos kézilabda pálya, majd a művelődési háznál puffer parkolóként szolgáló töredezett burkolat helyén nagy zöld területtel rendelkező udvar jön létre. Emellett pergola sor és egy 200 fős nézőtérrel ellátott szabadtéri színpad is helyet kap. A fejlesztésnek köszönhetően árnyas, hangulatos közösségi tér jön létre, ahol sokféle irodalmi és zenei program megtartása mellett a zeneiskola vagy a könyvtár vendégei is elidőzhetnek napközben. Megjelent a kötet folytatása. A budakalászi és környékbeli sportolók által közkedvelt 54 éves korában elhunyt Sallai Zsuzsának megígérte barátnője, futótársa Hricu Anita, hogy befejezi a Visszadobtak címmel megjelent könyv második részét. A Visszadobtak című első kötetet 5 évvel ezelőtt mutatták be, ennek folytatása a Kendőzetlenül kötet. A könyvet elsőként a budakalásziak vehetik kezükbe, az Omszki Ultra 100 Sallai Zsuzsa emlékversenyen, március 30-án. Nagy érdeklődés övezte az első kötetet. Sallai Zsuzsa és Hricu Anita együtt tartották a könyvbemutató előadásokat országszerte, sőt a határokon túl is. A rengeteg visszajelzés hatalmas erőt adott a már súlyosan beteg Zsuzsinak az utolsó évben. A kötet folytatását Kendőzetlenül címmel a társszerző már egyedül fejezte be az ultrafutónő halála után. A könyv Sallai Zsuzsa utolsó 3 évének története. Zsuzsi könyve abban a tekintetben, hogy ez az ő története, az ő élete. Én tulajdonképpen magam számára is meglepetésként vettem tudomásul, hogy én a hallgatója voltam, akinek meg tudott nyílni, és ahogy a könyvben egyébként el is mondja, hogyha ez nem lettek volna ezek a beszélgetések, akkor tulajdonképpen ő is ott ült volna a kemók után a pszichológus szobájába, és ott beszélgetett volna, mert valahol ezt a traumát fel kellett dolgozni, ami nem önmagában a betegség, hanem az előző 40-50 év. Sallai Zsuzsit mindenki ismerte a környéken, hiszen a Pomázi Futóbajnokok Sport Egyesület létrehozója volt. Gyakran futott az Omszk-tó körül, különös módon kedvelte a környéket, itt futotta születésnapi köreit is, majd megálmodta és több alkalommal meg is szervezte ezen a helyen az 50 és 100 kilométeres ultrafutó versenyeit. Őt elsősorban ugye arról ismerik, hogy annak ellenére, hogy 13 éves korában egy nyitott szívműtéttel megműtötték, és nagyon kevés esély volt, hogy életben marad. Nem, hogy életben marad, hanem 40 évvel később tulajdonképpen ultrafutóvá vált viszonylag rövid idő alatt. És arról lett ő ismert, hogy nem csak, hogy ezt a hatalmas egészségügyi ugrást csinálta meg, hanem amikor ő rájött arra, hogy mégiscsak tud futni, akkor ő ezt át akarta adni mindenki másnak is, és ezért versenyeket is kezdett szervezni, és két olyan ikonikus helyszínt választott, ahol korábban nem voltak futóversenyek, az egyik az éppen ez a tó, a másik pedig a Szentendrei Skanzen. Amikor az ultrafutónő meghalt, született egy elképzelés arról, hogy az Omszk-tó partján lévő ikonikus futópályát megpróbálják valamilyen módon az ő emlékével egybekötni. A főépítész asszony javaslata az volt, hogy egyrészt ez jogilag is egy sokkal bonyolultabb procedúra, és nem biztos, hogy működne. Ezért ő azt javasolta, hogy egy emlékkövet helyezzünk el itt a tópartján, és most, hogy március 30-án lesz az Omszki Ultra 100 Sallai Zsuzsa emlékverseny, és most, hogy megjelent a második könyv, ezzel egy időben beküldtük a főépítész asszonynak a tervet, ami alapján egy kő, és rajta pedig egy egyszerű emléklap a Zsuzsi nevével, az általa nagyon sokat használt idézettel és a Visszadobtak logójával megjelenhetne. Erre várjuk most az engedélyt, nagyon reméljük, hogy nincs továbbra se akadálya, és hogyha ez megvan, akkor itt a tópartjár lesz elhelyezve, és nagyon reméljük, hogy hosszú távon kerülhet mellé majd egy pad, hogyha ki itt fut, vagy erre jár, és a Zsuzsira gondol, vagy ismerte őt, vagy hallott róla, vagy esetleg olvasta valamelyik könyvet, akkor oda le tudja mellé ülni. Az említett Omszki Ultra 100 Sallai Zsuzsi emlékverseny a húsvét előtti szombaton, 2024. március 30-án lesz, nyílt egyéni, páros és csapatkategóriákban.
A verseny szervezője a Pomázi Futóbajnokok Sportegyesület. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Az érdeklődők minden információt megtalálnak a visszadobtak.hu weboldalon. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján március 11-e és 17-e között 26.400-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján közzétett jelentésében. Akut légúti fertőzéssel 196.500 fő keresett fel orvost, a 11. héten influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz forduló betegek több mint 42%-a gyermek, közel 30%-a 15-34 éves, míg több mint 18%-a a középkorú betegek korosztályába tartozott. Csupán 8,6% tartozott a 60 éven felüliek korcsoportjába. Kórházba 162 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 17-en szorultak intenzív ellátásra, tudatta az NMGK. Sajnos nem sikerült a legjobb négy bejutás a Szájáb Budakalász kézilabdázóinak a Magyar Kupában. Tegnap délután ugyanis hazai pályán kikaptak a HSA NEKA csapatától. Csoknyai István szerint a támadás és a védekezés sem működött, a vendégek már az első 10 percben eldöntötték a mérkőzés sorsát. A végeredmény 30-36 lett. A NEKA történetében most először jutott be a Final Four-ba. A Szájáb Budakalász ősszel legyőzte hazai pályán a HSA NEKA csapatát. A Magyar Kupa negyed döntőjében azonban a bravúr nem sikerült. A kalászi gárda 6 góllal kapott ki a Balatonboglariaktól. Sótonyi László vezetőedző úgy fogalmazott, a kupameccsen végre tudták orvosolni a két együttes közötti fizikai és mentális különbséget. Nagyon boldog vagyok, ez nekünk egy történelmi dolog, erre még nem volt példa a klub életében, és egyben nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert végre egy olyan erényeket csillogtattak, olyan motiváltsággal játszottak, illetve olyan taktikusan, ami bennük van és tudják, úgyhogy örülök, hogy most sikerült ennek kijönnie, és bízom abban, hogy ezt tovább tudjuk vinni a bajnoki mérkőzésekre is. Sokat nem tudunk örülni, hiszen a hétvégén a player érkezik hozzánk, ugyanilyen keményen készülünk, és nagyon dolgozunk tovább, hogy eddig, hogy előrelépjünk, tanuljunk minden mérkőzésből. A hazaiak vezetője szerint a csapat jó formában érkezett a mérkőzésre, a pályán azonban semmi nem jött össze. A NEKA már az első 10 percben több gólos előnyt tudott kialakítani, így a kalász csak üldözhette az eredményt. Semmi nem sikerült. Nagyon sok gólt kaptunk, a kapus teljesítményünk gyenge volt, védekezésünk gyenge volt, támadásban rengeteget hibáztunk, szinte öngólokat lőttünk, eladott labdákból a megbüntetett bennünket. Ilyen a sport, aki nem tesz meg mindent a sikerére, az úgy nagyon nehéz nyerni, ennek ha nagyon sokat tett ezért ezután is gratulálok nekik, sok sikert a Magyar Kupára, a bajnokságba. Megyünk tovább, jönnek nekünk is az ősszel még olyan, vagy a tavasszal még olyan mérkőzéseink, amit szeretnénk megnyerni, és szeretnénk egy szép szezon zárni a bajnokságban. A kalásziaktól a legtöbb gólt, összesen 9-et Josip Juric Grgic lőtte. Kisbence hatékonyan törte át a védőfalat, ő 7-szer talált be a vendégkapuba. Varjú Martin a NEKA eladott labdáját kihasználva tudott gólt szerezni. Ő és Maxim Mikalin 4 gólt lőttek a mérkőzésen. Sinkovics 2, Kovács, Csikov, Varga és Halász 1 találattal zártak. A NEKA irányítója Straka Dániel gyors betörésekkel 10 gólt lőtt a hazaiaknak. Nehéz időszakon vagyunk túl, nagyon sokat készültünk az előző héten, mind mentálisan, mind taktikailag, és ezt fel is tudtuk vinni a pályára. A mérkőzést nagyon jól kezdtük, határozottan, tényleg mindenki oda tette magát, és örülök, hogy bejuthatunk először a történelmükben a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A budakalászi sportcsarnokban teltházas közönség szurkolt a hazaiaknak. A hangulat sok erőt adott a fiúknak. Nagyon szerettünk volna nyerni, de ezt sajnos ma a pályára nem tudtuk felvinni. A NEKA végigvezetve nyerte meg a mérkőzést, csak apró fellángolásaink voltak, fegyelmezetlenek voltunk mind védekezésben, mind támadásban. Sajnos az álmunkat azt nem tudtuk megvalósítani, ezzel a NEKA jutott be a 4-es döntőbe, szeretnék nekik sok sikert kívánni, és mindkét csapatnak sok sikert kívánok a bajnokságra. A Szájáb Budakalász számára véget ért a Magyar Kupa szereplés. Az NB1-ben azonban továbbra is küzdenek a jobb helyezésért. Következő mérkőzésüket szombaton 17 órakor játsszák a Tatabányával a Budakalászi sportcsarnokban.
Végül a várható időjárásról. Pénteken több helyen zavarhatják gomoly felhők, illetve fátyol felhők a napsütést, a Duna vonalától keletre alakulhat ki kisebb eső, futózápor. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél, enyhébb lesz a hajnal, délután pedig 12-19 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Az Alzheimer-kór és az időskori demencia összefüggéséről tartott előadást Fehér Zita szakápoló a Faluházban. A fiatalon elhunyt futó barátnője, Hricu Anita befejezte az Írónő Kendőzetlenül című könyvét, melyet március 30-án a Sallai Zsuzsa emlékversenyen már megvásárolhatnak az érdeklődők. Sajnos nem sikerült a négy bejutás a Szájep Budakalász kézilabdázóinak a Magyar Kupában. A végeredmény 30-36 lett a NEKA javára. Ennyi volt már a Budakalász Ma hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor is jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Fogadó óra című magazin műsorunk, melyben a Perlátor akcióról mesélnek meghívott vendégeink. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. És megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, vagy töltsék le telefonos applikációnkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!